Szia, Tompa Éva vagyok a Zöld Vitától. Az egyik legjobb őszi és téli csemege a naspolya. A naspolya nem egy átlagos gyümölcs, a színe barnás és úgy néz ki, mintha már romlott lenne, de mindenképpen érdemes fogyasztani, mert egyáltalán nem romlott. A naspolya rokona az alma, körte és a bírs. A naspolya fa leveléből készítményeket szoktak előállítani, amelyek nagyon jók a szájüreg és a garat gyulladásainak csökkentésére. Nagyon hatásos a bélbetegségek kezelésében is. A naspolya fa kéreg főzete nagyon alkalmas a vérzés csillapítására, jó ezt tudni. A naspolya magjából nagyszerű teát lehet főzni, ami aztán vesekő ellen beválhat. A naspolya késő ősszel éri, amikor leesik a fáról, akkor még kemény és ehetetlen, ám egy kis érlelés után már is édes lesz az íze. Nagyon magas a C-vitamin tartalma és elég sok szénhidrátot is tartalmaz. A már érett naspolyából nagyszerű lekvár készíthető, ami pedig vérzékenyeknek ajánlott, és még a csontokat is erősíti. A természetgyógyászat gyulladáscsökkentő gyógynövényként tartja számon. Én nagyon köszönöm, hogy megnéztél, és hogyha tetszett neked ez a videó is, akkor kérlek iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Szia!